Spawn point, spawn point, itt van. Nem, ez csak egy gondolat. A spawn point mindig barna. Olyan büdöset érzek, biztos egy spawn point. Sziasztok! Sziasztok! Kaptam egy pályát Sugitól, illetve... Sugi valahánytól. Sugi 311-től kaptam egy pályát, és az a cím, hogy Eszti megmentése. És azt kérte, hogy legyek itt, úgyhogy most itt vagyok. Igen, azzal a kéréssel... Na szóval azt kérte tőlem, hogy legyen ott Eszti. Érte? Szó szerint, hogy Eszti is legyen mellettem. Úgyhogy most itt vagyok, mellette. Ja, és meg fog menteni. Megmentem, ezt itt, miközben itt van mellettem. Jó, akkor lássuk. Megmentesz az unalmat. Kicsit lealkítjuk. Na. Ne. Emlékszem, a bevezető felé álltam, de minden irányban gomb van, csicsás kezdőszoba. Hány pontot adsz rá, Eszti? Nem tudom még. Szép. Megszép. Akkor szép pont. Bevezető. Készítő. Üdv a pályámon, készítette Sugi 311. Ezt a pályát kifejezetten a daráló sorozatodra készítettem, Csabusa. Szegény. Hát ez nem lesz daráló, mert hát nem abban a stílusban fogom megcsinálni, de akkor is lesz róla videó, szóval pofa be. Szegény, itt a darálóba küldi, és akkor többet nem kapsz olyan pályát, ahol én is ott legyek, úgy érzem. Ó, de hogy nem. A pályát megpróbáltam az egyik elég népszerű androidos játék alapján készíteni, aminek a címe Temple Run. Az jó játék. Én nem hiszem, hogy ismerem. Azt hiszem csak annyi, hogy futni kell meg ugrálni. Ja. Igen. Jó. Akkor tudom. Én úgy valósítottam meg, hogy a színes anyagokra kell rálépned, és ennek hatására különféle pozitív vagy negatív hatásokat kapsz. Érdekes. Több szint van, sok sikert. Érdekes, érdekes. Szabályok, történet vagy kezdés, hát gondolom a kez... És újra kell a gombokat, de jó. Mi? Tetszik. Szabályok. Ne csalj. De miért ilyen pirosra van? Tehát ez a véresen komolyan gondolja. Hát azért, mert a véret fog folyni, ha csalsz. Játsz békésben, beállítva, ne törj blokkot. Nem rakhatsz le sehova spawn pointot, mert helyeztem el bizonyos spawn point oszlopokat. Spawn point oszlopokat? Mert elhelyeztem. Kíváncsiak, hogy fog kinézni. Történet. Egyszer Eszti, a barátnőd belépett egy Minecraft pályára. Ez egyébként gyakran megesik. De mivel nem nagyon szokott Minecraftozni, ezért nem is tudod kilépni a pályáról. Hát ennyi, Eszti, beragadtál a pálya. Nem tudom megnyomni az eszket. Kétségbe esett ebben. Nem tudom megnyomni az eszket. Most ez nem lett jobb, de... Eszti bent ragadt egy kalandpályán, ezért te most beléptél arra a pályára, ahol Eszti bent ragadt, hogy megment, és most éppen a történetet olvasod. Hű, hogy tudja. Nagyon aktuális. Hogy tudja. Figyelnek, figyelnek. Kezdés. 3, 2, 1. Futás! Üdv, jó, nem tudok futni, mert még írás van. Üdv, egy kis információt kaphatsz, hogy egy-egy blokk mit is tud, légy nagyon figyelmes. Fú, biztos nem fogom mesélni meg. Ez egy robbanás volt? Nem tudom, hirtelen. Ilyen így. Ennyit biztos nem fogok hirtelen megjegyezni, de még megpróbálom. Aha, hogy vannak pozitív, meg negatív blokkok. Jó, hát... Akkor megjegyezzük a pozitívat. És akkor csak a pozitívat nézzük meg, és akkor véletlenül se lépek a negatívra. Sárga, tehát előrébb teleportál, a sárga. Gyorsaságot kapok, magasugrást. Ez még oké, megköveti a potionnek a színét. Azt hiszem az is pont kék, meg zöld. Vagy nem. Regeneráció. Okay. Sárga, lila, zöld, pink. Ez inkább kék, de jó. Ez a világos kék, csak ilyen lilás sajnos. Jó, ez tényleg lila. Akkor... Meg... Mondom majd itt neked, fuss a lilára! Melyik lilára? És akkor jó, meghalsz mérgezés. Megmérgez, ha rálépsz.
Ú, lassú, ez is zöld, passzus. Most mondja. Na ne szórakozz, csak a világhoz. Világhoz. Itt van sötét kék is, hallottatok? Sárga, világos kék, világos zöld és rózsaszín. Világos rózsaszín, igen. Van sötét rózsaszín? Hát ez lesz a sötét rózsaszín. Az lila, nem? Nem, így könnyebb megjegyezni. Sötét rózsaszín, világos rózsaszín. De a világosak a jók, a sötétek a rosszak, azt akarom mondani. Lehet, hogy így is csinálják. Hátrébb teleportál, és megöl. Pirosat nagyon jól jegyeznek. Indítás. És miért pont pirossal indul a fal? Az volt a meghal. Első szint. Ha ki akarod kerülni ezt a hatást? Hey. Sikeresen előrébb lettél teleportálva. Ez ilyen nagyon oktató szint. Ez most világos, vagy sötét rózsaszín? Ez lila. az jó ez volt az, amikor megmérgezett. Aha, ezek lesznek az oszlopok. Ez világos kék. Ez jó. Puha. Ez most világos, világos igen. Ez nem tudom, mit adott a végén. Egy regeneráció, igen. Jaj, de jó. Második szint. Úristen, de te nagyon jó vagy egyébként ezek az meg kellett válnom a mondat végét. Meg kellett volna válnom a mondat végét. Arra. Ez jó. Ez is jó. De mi? Így hogy fogsz megmenteni? Hallod? Hallj meg, én nem ugrálok ezen végig. Mi ez, hogy hallj meg? Milyen lovag vagy? Ki fogom írni a videó alá, hogy új barátnőt keresek. De várj, itt vannak hindek. De miért rakodok bele? Te ne veszélj, te egy escape gombot nem tudsz megnyomni, ne szólj bele! Egyébként is. Fatörzs. Ha. Nézd ide. Jól látom. Fatörzs. Értem, igen, na. Ott vannak indek. Itt folyton nem bírok ugrani. Hopp, most sikerült. Sikerült, ne esle. Azt, megint. Meg fogsz menteni, vigyázz. És nem kerül új barátnőt. Tényleg az lesz a végén nálad. Spawn point, itt van. Nem, ez csak egy gondolat! A spawn point mindig barna. Olyan büdöset érzek, biztos egy spawn point. Egy barna spawn pointot érzek. Ez biztos szemeszti szaga. Micsoda? Várja! Van pont szagom van? Hát nem is tudom. Lehet, hogy a spawn pointot szívesebben szagolgattam. Ez inkább olyan, mint a csak nem, saláta szagot érzek. Ez nem spawn point, ez saláta. Saláta mióta büdös? Hát a romlott saláta. Nincs olyan romlott. Biztos ez lesz az, ezt éreztem. Oh, barrier. Piros, az megöl. Az megöl. Piros lenni rossz. Hát én így jegyeztem. Káposzta? Káposzta volt a büdös, nem mondd meg. De saláta. És testvérek, amit tudom én. Káposzta testvére saláta. Aki büdös, de ezt most megjegyeztem. De nem olyan büdös, saláta. Mint Eszti. Nem, mert az Esztinek nem ilyen szaga. Amit mondva, hogy ez biztos nem ilyen szaga. Azt mondja, te, saláták, ti itt mit akartok? Látod? Ikertestvérek, mondom. Káposzta ikertestvére, saláta. Tök egyértelmű. Saláták. Neked is szia! Kórusban. Neked is szia! Akkor te fogod szinkronizálni, tessék. Nem, én csendben vagyok, engem meg kell menteni. De a saláták hangja is te vagy. Neked is, szia! Nos, a kérdésedet megválaszolva azért jöttünk, mert hallottuk, hogy Eszti ezen a pályán maradt, és vissza akartuk hozni. Csak hát... Csak hát mi?! Úristen, te így beszélsz szegény salátákkal, nem csak, hogy büdösek. Csak beleértem magam a szerepbe, most ideges vagyok, mert meg kell találnom egy büdös Esztit. Hogy mondhatsz ilyen? Ő írta, hogy büdös vagy. Nem azt írta, hogy büdös vagyok. Mi ez a szak? Eszti? Ja nem, az nem ennyire büdös, hogy mi?
Nem, mert lehet, hogy ez olyan egy kicsit szakaraktat, hogy szaglászva keresi. Jobbra, balra. De oroszlán, az nem kutyafajta. Na jó. Tudod, az egész pályát bejártuk, de Eszinek nyoma sincs, hogy biztos, hogy itt vesztem. Sajnáljuk, Csabusa. Még azt tudjuk javasolni, hogy fordulj jobbra, nézz körül arra is, ugyanis mindenütt jártunk, csak ott nem. Sok siker. De hát ez milyen már? Azóta már nem mentünk ezzel, mi nem találjuk. Annyira kerestünk téged, ezt, de azért mindenhol nem nézzük meg, mert túl büdös vagy. Hogy következtettem. Hát, ha erre egy másik barátnő van. Ez sötét szín, ez biztos rossz. Lépjél bele. Spampointot nem láttam. Nem is érzek spampointot, csak hallgass. Ez világos, ez jó? Hát leugrok. Azt mondja, ha esetleg nem léptél rá a fenti nyomulapokra... Akkor most megölünk. Akkor most minden. Megöl, vagy mi? Ja, mert hogy biztos ugrást... Hát ez az, nem tudtam olyan gyorsan megjegyezni, hát ez van. De kapok itt ugrást. Most megint ügyeskedhetek. Menni fog. Hát vagy nem tudom mennyi időre kaptam. Gyerünk már! Ezed meg! Spawn point! Nem is érezted. Harmadik szín, esötét színű, ez nem jó. Ez meg piros. Jézus. Kis barna csíkkal a közepén. Nem barna csíkkal, spawn pointtal a közepén. Gyerünk, kövesd a barna csíkot. Erre megy a spawn point. Ez világos, előre tudod. Oszta! Hé! Ötödik gomb. Ötödik... Ötödik gomb! Te meg mi a kókuszt keresel itt? Most te, nehogy már egyedül kell mindent olvastam. Jó, oké, rendben. Eredetileg kókuszt... Ugyanolyan hangjuk van, mint a salátáknak? Hát jobb, mint a tiéd, úgyhogy ilyen marad. Azt mondja, eredetileg kókusztak. Ne legyen már ugyanolyan hangja, mint a salátáknak. Akkor befogom az orrom, azt mondja. Eredetileg kókuszt akartam venni a boltba, majd a 69. gomb szólt nekem, hogy eszébe röhögött ezen a pályán. Azt akartam mondani, hogy a 69. póz, mi? És hogy keressen meg. Most jobb. És megtaláltad! De most komolyan, te magadat szinkronizálod. Mikor beszélgetsz így akár? Amikor alszol. És így szoktál hozzám beszélni a más közben, nem alszok többet fel. Azt mondja, még nem, a saláták mondták nekem, hogy erre keressem, de még egyelőre semmi. Nem is a saláták mondták, hogy jöjjek erre! Nekem is a saláták mondták, hogy jöjjek erre, de kezdem azt érezni, hogy erre nincs, erre sincs eszti. Kezdem nem érezni a szagát, érted? Hú, de hát leszünk, mint beszélgetnénk a felvétel után. Én viszont szerintem nem keresek tovább, ugyanis hamarosan bezárt a bolt. Tényleg bezárt. Az van, és nem bírok venni kókuszt. Na, szia! Ez a kókusz már... Ez nem tudom csótolni. Kókuszt veszni. Ne reklámozzad itt. Mert egyébként, akik ide fel vannak iratkozva, az nem ismerik abszolút egyébként. Ez is egy gondolat. Na, mit érzek? Mi ez a szag? Csak nem ezt itt érzek? Érdekes kis... Na! Érdekes kis terem! Ezt meg kell hagyni. Majd lehet, ha Esztinek születésnapja lesz, elhozom ide. Ide fogsz hozni a születésnapomon? Aha, egy ilyen kivilágított barlangba. Ahol van fű, virág, inda, és... Fatörzs! Lépre! Az jó neked! Lépek. Nem tudom már mit csinál, de nem lépek rá! Azt mondja, egyáltalán nem gyanús létre. Messze, csak messze. Hát de nem is vezet se... Ja, de ott vezet valahova. Jó. Ez a létre fából van, fatörzsből. Ott egy gomb, most egy nagy trollság lenne innen megnyomni, mert elérem. Hát, hogy mit csinált? Lehet, hogy aztán befalaz, és akkor azt mindegy. Na, lássuk.
köszönet. Hoppá! Csak nem a pályán ragadt Eszti. Na de melyik vagyok én? Melyik gomb? Köszönet vagy befejezés a történetnek. Szerintem először befejezzük és aztán köszöngetünk. Na jó. Eszti rájött, hogy azért nem tud kilépni a pályáról, mert retardált. Ha. Mert lemerült az egere, és csak most vette észre. Lemerült az egerem? Hát, hogy játszogattál, lemerült az egér, és nem tudtad mozgatni a kurzort. Jó, értem. Oké. Okay. Szerintem abszolút illik hozzád a pályát, tehát tényleg. Mi van? Oké, okay, köszönet. Köszönöm, hogy kivitted a pályámat, nem is vittem sehova. Csabusa? Ja, és persze Eszti. Kis büdi. Tudom, nem volt nagyon hosszú, de még így is 8 óra munkám van benne. Szeretnék neki csinálni egy folytatást. Amiben Eszti rájön, hogy a villancsüzetével is kifogyott az elem. Jó, poén. Csattanos pálya volt. Ugye? Tetszett? Hát igen, furcsa volt, lemerült a szekerem. Mondom, illik hozzád a pálya. És voltak benne fatörzsek is, hát ez kész. Hát direkt. Mert szerintem ő se gondolta volna, hogy kiforgatod ennyire. Úgyhogy köszönjük a pályát Sugi 311-nek. Így van, köszi. A kézikönyv újjam. Köszi a meghívást. A kézikönyv óvjon. Igen, a kézikönyv óvjon, de... Neked kéne valami saját köszönni is. A fatörzs óvjon. Nem. Sziasztok! Nekem az lesz a köszönöm.